Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adásban egy nagyon kedves vendéget hívtam, Simon Zsuzsannát, aki a Gulyás Lajos kollégiumnak a nevelőtanára, illetve volt igazgatója. Szeretettel köszöntöm, szép jó napot kívánok! Köszönöm én is a megkívást, üdvözlöm a kedves nézőket! Szerintem a nézők már biztos kitalálták, hogy nagyjából miről lesz szó, mert ugye Zsuzsát nagyon sokan ismerik az 56-os tevékenységéről, az ezzel kapcsolatos tevékenységéről, a hagyományőrzésről, ami itt a kollégiumban is hát nagyon erősen megmutatkozik, és nem csak az elmúlt években, hanem az elmúlt hosszú éveken keresztül ezt már őrzik. Mielőtt így a lényegre térünk, tehát végigmegyünk a konkrétumokon, azért hadd kérjem meg egy kicsit, hogy meséljen arról, hogy ugye itt diákokkal csinálnak nagyon sokféle programot, nagyon sokféle lehetőség van arra, hogy 56 emlékezete felidéződjön. Mennyire vevők erre a mai diákok, mert nagyon hosszú idő telt el, és ez már számukra történelem, tehát hogy lehet ezt számukra felidézni, hozzájuk közelhozni? Tulajdonképpen a kollégium megalapításától 2007-től tűztük ki a zászlónkra 56 eszmeiségének és a helyi hagyományok megőrzésének a mottóját, és Németh Alajos kollégám az, aki a Hunyadi iskolából áthagyományozta ránk ezeket a kialakult tevékenységeket, ami a szellemi munkából, előadások, kiállítások rendezéséből, illetve a gyásztér minden évben való rendbetételéig tartott. Tehát akkor volt már hozzá valamiféle alap? Mindenféleképpen Németh Alajostól kezdődött a mi történetünk itt a kollégiumban. És hogy fogadják ezt a diákok? Tehát ezt a, ugye 56, most 2017-et írunk, de mondhatjuk 2016-2010, tehát az elmúlt éveket, hogy mennyire tudják ezeket az időket így visszaidézni, tehát mennyire tudják a fiatalok magukat beleélni abba, mert nyilván akkor tudnak ilyeneken részt venni, teljes lelkesedéssel, és akkor tudják ezeket a programokat együtt velük megszervezni, hogyha ők tudják pontosan, hogy miről van szó. Ugye a kollégiumban, amikor beérkeznek a gyerekek, hosszú távra tervezik ők is az itt létüket. Hát volt, aki 5-6 vagy 7 éven keresztül is ugye kollégista volt a valamelyik városi középiskolába járt, és hát beleszülettek ezekbe a tevékenységekbe. És ahogy évről évre mindig újabb és újabb programot találtunk ki a számukra, mindenki megtalálta benne azt, amiben jó. Akár szavalóverseny, rajzverseny, szellemi vetélkedő, emlékhelyeknek a felkeresése. Tehát annyira sokrétű a tevékenység, gyakorlatilag pedagógilag, hogy ez nem is okozhat problémát, hát, sőt. Minden kompetenciát fejleszt, hogyha modern szeretnénk beszélni. Ha úgy nézzük. Jó, akkor nézzük a kezdetektől, tehát akkor elindult a tanár úrtól, hogy indultak el ezek a dolgok annak idején. Hát a legelső előadásunkat Papp Gyula tanár úr tartotta a kollégistáknak, és már azon az első őszön az 56-os kaszinó vetélkedő, amit a Hunyadi iskolában Bérci kollega szervezett, már azon indultunk. És hát ott már akkor egy harmadik helyezést értünk el, aztán minden évben indultunk egy-egy csapattal, amiben nyilván cserélődtek a kollégisták, amikor ugye végeztek, akkor már egy újabbat kellett kinevelni, de azok a gyerekek, akik 56-tal közelebbi ismeretségbe kerültek, azok visszajelzésileg is hatást és nyomot kaptak tőlünk, vagy történésznek mentek, vagy a jogi egyetemen 56-ról tartottak előadást, vagy az országos vetélkedőre, meg pályázatokon vettek részt, és mind a mai napig szíves emlékükbe zárták ezeket az eseményeket. Komoly kijelentés volt, a nyomot hagyott. Tehát azt hiszem, hogy aki nem is ilyen pályára ment, hanem csak egyszerűen kikerült ebből a kollégiumból, mindenkiben nyomot hagytak ezek az események. Hát a 2-3 évet eltölt valaki itt, már akkor is sok mindent megtud. Még ha nem is annyira aktív részessel, mondjuk csak közepesen aktív részese. Még olyan 2010 körül volt egy országos pályázat, egy filmpályázat, amelyre mi is pályáztunk, és a gyásztéren készítettünk interjúkat a gyerekeinkkel, akik kijártak a gyásztérre rendrakásra, és hát ez letölthető most is a közösségi hálóról, és visszanézik a gyerekek magukat, meg én is őket, hogy ezek a 14, 17, 18 éves gyerekek mennyire éretten, komolyan nyilatkoznak az 56-os óvári sortűzről, holott ők nem is voltak óváriak. És mégis. És mégis.
És ezt a tevékenységet azért díjak és elismerések is jutalmazták, bár gondolom, hogy biztos, hogy egy pedagógusnak nem ez, amiért elindul és elkezdi ezt az egész tevékenységet, ezt a munkát, de azért volt néhány ilyen is. Hát örömmel mondhatom, igen. A mi nevünkhöz fűződik a 56-os honlapnak a készítése. 2009-ben indítottuk, ez is egy országos pályázatnak volt az eredménye, amely első helyezett volt, és ezt azóta is szerkesztjük ezt a honlapot, mint egy virtuális múzeum a 56-nak Mosonmagyaróváról. Aztán jöttek a különböző diákpályázatok, amelyek szintén országos elismertséget hoztak nekünk, és többnapos budapesti fentlétet, kirándulást, emlékhelyeknek a látogatását, ezekre szintén nagyon nagy szeretettel emlékeznek a gyerekeink. Hiszen hihetetlen pluszot adnak ahhoz, vagy abból a közösségből, ahonnan ők ugye elindultak. Hát, mert félig meddig a családot pótolja egy kollégium. Hát mindenféleképpen, tehát egyértelműen azok vagyunk. És hát egymásnak adták át ezeket az élményeket, úgyhogy nem volt hiány sosem azokban, akik jelentkezzenek ilyen eseményekre. Jött az utánpótlás, mert látták a nagyot. Mindig jött, és ugye minden évben jönnek újabb tehetséges gyerekek, akár ugye rajzkészségben, akár szavalatban, és az elmúlt években, és azóta sem volt, bár a 60. évfordulóra igazán lehetett volna szervezni más intézmények részéről, akár 56-os szavalóversenyt, amit mi akkor járásiként meghirdettünk, vagy rajzversenyt, amelyre 100-on felül jelentkezők voltak. És a szavalóversenyen is elképesztő, hogy milyen tehetséggel és áttéléssel jöttek a diákok és szavalták az 56-os verseket. És akkor nézzük most a névadást, mert ugye az úgy konferáltuk fel, hogy Gulyás Lajos kollégium, de hát nem volt ez mindig így, városi kollégiumként. Igen. Nevezték még annak idején. Hát gondolom, hogy itt is azért ebben is volt egy kis munka meg lobby, hogy sikerüljön elérni. Hát ez a szerencsés csillagzat alatt született az intézmény. Az alapításakor meghatározott 5 év volt az, amikor az arculat megerősödjön, véglegesen kialakuljon. Majd a Klebersberg központ megalakulásától a névadás is aktuálissá vált, és egyértelműen az 56-os tevékenységünkre vonatkozó szemét kerestünk, aki hát a közelségéből is, és az élő család jól ismertségéből adódóan is Gulyás Lajos lett. Ennek a névválasztáshoz az önkormányzatnak véleményezési jogköre volt, a Klebersberg központ pedig elfogadta, és 2013-tól a családnak a örömére, megtiszteltetésnek érezve azt, hogy őket választottuk, használjuk és használhatjuk Gulyás Lajosnak a nevét. 2016-ban is sok minden történt itt a kollégium életében, erről beszéljünk egy kicsit, ugye ez ez a 60-as évforduló, igen. Nyilván ez önöknek is nagyon fontos volt. Igen, hát a központi év, a központi 60. évforduló, úgymond a szabadság éve, az 2016. február 25-én hirdetődött ki a kormány részéről. Hát mi akkor el is kezdtük egy nagy, óriási kiállítással, az 56-unk vászon és papíron cíművel, amely mind a mai napig látható. Folyamatosan cserélődnek a kiállított tárgyak, hiszen sok felajánlott művet kaptunk azóta is, és igyekszünk kihelyezni a művészeknek az alkotásait. Ezt követte Gulyás Lajos újratemetésének a 25. évfordulójára egy nagy előadás Erdős Kristóf tudományos kutató személyében, teltházzal a kollégiumnak az ebédlőjében tartottuk. Erdős Kristóffal azóta is remek munkakapcsolatunk van, többször visszajött már óvára, a konferenciára, levélközségbe megemlékező beszédet tartani, úgyhogy ezek a kapcsolatok ma is élnek. Majd októberben, ahogy közeledett ténylegesen a Mosonmagyaróvári gyásznap, akkor Jobbágyi Gábort és Zétényi Zsolt ügyvédurat sikerült Mosonmagyaróvára meghívni, ahol a Jobbágyi Gábor professzor úr az új könyvéről is beszélt, illetve a Mosonmagyaróvári sortűznek az kutatási újabb eredményeiről, és Zétényi Zsolt pedig az úgynevezett Dudásvernek a hatásáról, illetve az emlékeiről. Ez volt október 6-án, és most ugye úgy sikerült, a gyásznap úgy jött ki, nem volt őszi szünet, úgyhogy a kollégium már a magyaróvári temetői megemlékezésen is részt tudott venni, illetve a gyásznapon.
Hihetetlen sok munkájuk van ebben, akkor tényleg így az elmúlt években, hogy most így összeszedtük, nyilván nem is került sor mindenre, hanem csak ugye a nagyjából, hát, de rengeteg. És ugye országos, sőt nemzetközi kitekintésre is, hiszen a lengyel nagykövetségnek is nálunk volt a Szétlőtt városok Poznán Budapest című plakátja, a lengyel nagykövet volt a vendég és Wittner Mária, korábban a beszélő plakátokkal Székely Kornél grafikus művésznek az alkotásai, és hát előadások még ezen kívül is, ha csak Bank Barbarát említjük, vagy Horváth Miklós hadtörténészt, akik szintén mind a kollégiumban tartottak egy-egy előadást. És ez természetesen nem fejeződik be, mert itt vagyunk 2017-ben, és már megint törték a fejüket. Igen. Hát a kerek évfordulók, amelyek Gulyás Lajosnak a tragikus halálának a 60. évfordulója 2017. december 31-én lesz, 2018-ban pedig a születésének a 100. évfordulója lesz. Úgyhogy ennek megfelelően emlékévet hirdettünk most februárban, egy teljes évre havi lebontásban fogunk programokat szervezni, amelyet most februárban a születésének a 99. évfordulóján, az emléktáblájánál a Gulyás Lajos utcában meg is tartottunk. Tehát akkor egy komplett program van már erre az évre is. Igen. Hát ezeken a rendezvényeken lesznek filmvetítések a kollégiumban, kiállítás a Gulyás Lajos emlékezetéről, ehhez kapcsolódóan kiállítás, irodalmi műsor, emlékhely látogatás, felújítják hamarosan a Levéli Gulyás Lajos emlékszobát, és hát nyilván megemlékezés a 60. majd a 100. évfordulójára. Hát rengeteg minden, és ugye ezek azért tegyük hozzá, hogy nyilván nyitottak, tehát nem csak a kollégistáknak, meg egy szűkebb körnek szervezik ezeket az eseményeket, hanem ezekre bárki elmehet. Igen, ezekre bárki, nyilvános megemlékezések, nyilvános kiállításokat tartunk, épp azért, hogy ebből az emlékezetből senki nem maradjon ki, aki szeretne, az bárjon, vagy aki szeretne, az el tud jönni és részt venni ezeken az eseményeken. Hát akkor sok erőt, meg kitartást még ezekhez a hónapokhoz, meg a következőkhöz is, hogy ezt ilyen csodálatosan összeszedték az elmúlt években, és legyen ez így, én azt tudom, hogy mindenki nevébe kívánni, hogy legyen ez így az elkövetkezendőkben is. Én azt gondolom, hogy itt csak megköszönni tudom a város, meg a környék nevében. Köszönjük szépen a jó kívánságokat, és igyekszünk megfelelni majd a elvárásoknak. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!